Az Ajkai üveggyárat, az Ajka Kristály Kft. Jogelődjét Neumann Bernát alapította 1878-ban. Az Ajka Csingeri szén, mint energiabázis, valamint az országos vérkeringést jelentő Budapest-Celdömölk-Grác vasútvonal mentén, a gyár jelenlegi helyén, a kor színvonalának megfelelő korszerű üzemet épített. 1891-ben eladta a Kossuth János nevét viselő családi társaságnak. Már Neumann is sikeres volt a különböző ipari vásárokon, Kossuthék pedig szinte arattak, főleg az 1900-as párizsi világkiállításon részesültek jelentős elismerésben. Ekkorra az Ajkai üveggyár szinte teljes technikai művészeti fegyverzetben állt. Csiszolt, vésett, színes, zománcfestésű és aranyozott, továbbá irizáló üveget egyaránt a legmagasabb minőségi szinten volt képes előállítani. Néhány kiemelkedő művészi értékű termék a korai elődök munkáit dicséri, mint Tatár János által készített első Ferenc József és második Vilmos császár gravírozott portréja, továbbá Előd Zoltán, aki Liszt portréjával folytatta ezt a technikát. ...1896-ban készült bravúr darab, a magyar királyi korona csaknem hűmása. Az úgynevezett korona gréka igaz gyöngysor és drágakő díszeit csiszolással, illetve csiszolt üvegbetétekkel, a különböző rekesz, illetve a zsúrzománcos képeket maratott ábrázolásokkal imitálja. A korona latina kevés eltéréssel imitálja az eredetit. A pántok közötti bőrmezőket bőrszerű felületet eredményező maratással munkálták meg, ilyen a tárgy aljának felülete is. A szabadon, illetve formába fúvott, színtelen, átlátszó kristályüvegtestet igen munkaigényes ábrázolásokkal díszítették. Az Ajka Kristály Kft. Őrzi a korabeli kézműves munka hagyományait. Napjainkban is szájjal fújják és kézzel csiszolják a művészi értékű és kis sorozatú termékeket. A gyár lelke a Huta, ahol az üvegolvasztó kemencékből emelik ki az olvadt üveget. A fúváshoz szükséges faformát szabad kézzel esztergályozzák. Thank you.
A lehűlt és káros feszültségektől mentes tárgyakat átvizsgálják, majd a csiszolóba szállítják. A szájperem finomítását és a díszes mintákat csiszolással viszik fel az üveg felületére. Ma már gyémánt köszönjük kell. Az üzem sokat törődik a szakmai utánpótlás nevelésével. Az üvegfúvókat jeles mesterekre bízva képezik ki a gyár egész termelését befolyásoló munkára. Csiszolókat az üzemi tanműhelyben kiváló oktatók tanítják meg a mesterség fortéjaira, a hagyományos és új minták alkalmazására. A közelmúlt és jelen termékei mutatják az Ajka Kristály Kft. Hagyományőrző és új utakat kereső törekvéseit. A formaváltozatok kialakításában Németh Magda iparművész munkássága meghatározó a mai napig. A dekoratív edénycsaládok, ivókészletek, centrifugált együttesei kiemelkedőek. A legújabb kísérlet a több rétegű színes ólomkristály üveggel folyik. A geometrizáló, floreális, mélycsiszolású dekorok, az egyéni kialakítású kehelyszárak a hagyományost is egyedivé változtatják. ...1992-ben porcelánfestőműhely kezdte meg működését Csiszár József porcelánfestőművész közreműködésével. Zene.
Érdekes kísérlet a réteges üvegre történő florális mintázatú festés, amely világszínvonalú. Óriási sikert aratott az 1998-as londoni Living Design London kiállításon Csiszár József afrikai táj ábrázolásaival, díszműveivel. Különlegesek a Fabergé ötvös munkáinak motívumaival készült porcelántojások és egyéb dísztárgyak. ...1990-ben az Ajkai Üveggyár állami vállalat privatizálásával az első amerikai magyar KFT-ként a Fotex csoport érdekeltségébe került. A privatizációt követően a gyárban jelentős technikai műszaki modernizáció ment végbe, új hutával bővült. Az Ajka Kristály Kft. Az ország jelentős idegenforgalmi pontjain jól működő márkaboltokat üzemeltet. A gyár termékei iránt töretlen a kereslet az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban, sőt a felkelő nap országában, Japánban is. Így a termelés több mint 90%-át teszi ki az export. A vevők nagyra értékelik, hogy a gyárat alapítása óta a sokszínűség, az egymás mellett élő hideg és meleg technikák változatos alkalmazása jellemzi. Az 1880-as évek irizáló Römer poharaitól napjaink réteges üvegéig az Ajka Kristály Kft. Sikeresen párosította a manufakturális munka igényességét a professzionális tervezéssel, és ezzel vívott ki egyre több nemzetközi elismerést.